Kaptam egy kérdést Osama Bin Ladenről, ki volt ő, mi volt ő. Az az igazság, hogy bár megosztom szerény tudásomat, de senki sem tudja, hogy ki volt ő. Aki tudja, azt gondolom hallgat. Nos, személyiségének megértéséhez ismernünk kell egy dátumot, és a történéseket e dátumhoz kötődően, tehát 1979, irában kitör... Kömine imám vezetésével az iszlám forradalom, 1979 Juhayman Otaibi elfoglalja a mekkai Szentét és 1979 Szovjetunió bevonul Afganisztánba. Ez a három történés egy közös pontban azért hasonlít, mégpedig az Amerikai ellenességben. Ugyanis komoly némámról nem kell mondani, ki volt. Az iráni iszlám forradalom Amerika ellenes volt. Johaiman a követelése az volt, hogy a királyságot szüntessék meg, és nem egy Amerika barát rezsimet kell Szaudarábiában létrehozni, illetve a Szovjetunióról sem kell többet mondanom, amikor elfoglalták Afganisztán. Tehát az amerikai érdekek sérültek és ebben a helyzetben valamit tenni kellett, és a sok eszköz közül az egyik a szélsőséges iszlám mozgalmak megteremtése volt, amely közül egyik volt az al qaeda ugyanis nagyon sok szervezet mögött amerikai érdekek vannak. Az al qaeda első vezetője nem Osama Bin Laden volt, hanem Abdullah és ő a CIA felkérésére hát fanyalgott, úgyhogy a kocsi a felrobbant. Így hát a sorban őt követte Osama Bin Laden, aki ugye beállt az amerikai követelések mögé, teljesítette a parancsot, és igenis nagyszerűen harcoló mujahid egységeket vezetett, akik sikerrel küzdöttek a szovjet csapatok ellen. Nos, ugye Amerika kifelé nagyon igényes az elvekre és az elvek betartatására, ugye az amerikai érdekek befelé pedig ezeket az elveket nem nagyon veszik figyelembe. Tehát az a például a Bush kormányzat, ugye apa és fiú, a fiúnak a nagyapja Priscott Bush volt, bankár annak idején, Hitler hatalomra jutását finanszírozta, legalábbis olyan cégeket, német cégeket, más cégeket, akik Hitler hatalomra juttatták. Nos hát a cél szentesíti az eszközt, itt is a mujahidi, mujahidek szentesítették az eszközt, őket meg kellett támogatni, és Osama bin Laden volt egy vezető alak ebben a szervezetben. Nos, Osama Ben Laden családjáról annyit, hogy ők egy dinasztia, építési vállalkozók vannak, szállodáik, tehát nagyon gazdagok. Amerikáról és a pitbulljairól, hiszen ez pitbull tenyészet, annyit, hogy aki pitbull tenyészt, az szokja meg azt is, hogy egy-két egyed visszaharap a gazdira. Tehát, amikor végül is a 89-ben kivonult a Szovjetunió Afganisztánból, az Al-Qaeda egy része Amerika barát maradt, más része Amerika ellenessé vált, Ugye hát az araboknál, illetve a muszlimoknál sosincs egység, hiába iszlám a zászló, a célok mindig változnak, sőt egyénenként is változnak, úgyhogy a fene se tudja ki az, aki szívből az iszlámot követte a káidán belül, vagy a terrort, vagy a gyilkosságot, vagy mániákus volt, vagy éppenséggel Amerika parancsát követte. A, a, a tettek viszont azt igazolják, hogy bármilyen akcióban, Amerika ellenes akcióban Osama Bin Laden jelentkezett, robbantott, ezek után mindig az amerikai érdekek megvalósítása történt. Tehát a World Trade Center szeptember 14 bármi, akkor utána megtörténhetett Amerika bevonulása Irakba, Afganisztán, mindenhova. Tehát valahol szentesített egy eszközt Osama Bin Laden. Tehát valójában vannak olyanok, akik Amerika érdekét kiszolgáló figurának tartják, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem, annak kell hinni, amit a szemünk lát, és a fülünk hall. Nos, minden esetre sokban hozzájárult Osama Bin Laden ahhoz, hogy a Bush család tervei, illetve más amerikai érdekek ebben a káosszal sújtott területen teljesüljenek, tehát végbe tudták vinni a legszörnyűbb káoszalkotást, ami az amerikai terveknek megfelel. Végül is meghalt-e, vagy nem halt-e meg? Tehát ezt nem tudjuk. A híranyagban az szerepül, hogy 2011-ben lelőtték, meghalt, stb. Majd azt halljuk róla, hogy holtestét az óceánba vagy a tengerbe vetették, hogy, és az ok, hogy a muszlimok számára ne váljon e, sírhelye, emlékhelyé, zarándokhelyé, ez egy akkora hülyeség, Ugyanis e, Osama Bin Laden az iszlámnak a vahábi, szelefi ágát követte, tehát azt az ágát, amit Amerika csodálatosan tudott használni, mert egyszerre szúfiellenes, ellenes, ellenes és sita ellenes. Tehát ez egy 300 éves irányzat, ami Szaúd-Arábiában létrejött. Köszönő viszonyban nincs a proféta sallallahu alaihi szellem által létrehozott, illetve Isten által sugar tanítása. Tehát a vahabita felfogás szerint viszont tilos sírhelyeket látogatni. Tehát bárhova temették volna el Osama Bin Laden, nem válhatott volna zarándok helye a sírja, ugyanis ezt a vahabita tanítások tiltják. Nem tudjuk, mi van Osama Bin Laden Lehet, hogy valahol Hawaii-szigetén a Bush család egy tagjával viszkizik, lehet, hogy meghalt, nem tudni. Mindenesetre szerepe hozzásegítette Amerikát a káoszalkotáshoz és hatalmas pénzek begyűjtéséhez. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.